vályogvető. Volt egyszer, mert miért ne lett volna, egy szegény vályogvető cigányember, aki igen szerette a feleségét. Így hát idővel annyi gyermekük született, hogy akár egy egész regimentet is kitettek volna. Sok deli fivér, szép nővér dolgozott együtt, oly szorgalmasan, hogy messzi földről is őket hívták, ha valaki új házat akart. A számos gyermek közül a legkisebb Rikonó volt. Aprócska kezével ő is gyúrta, egyengette, formázta a vályogot, ám hasznát nem sokat vették, mivel hogy nagyon álmodozó természet volt. S amíg a testvérei egy egész házra való téglát csináltak, Rikonó mindig csak egyetlen darabbal készült el. Egyel bizony, ám mindig az volt a legszebb, mert miközben megformálta a vályogot, Rikonó tekintete csuda dolgokra pillantott rá. Ahol a közönséges halandók cikkanó villámot láttak, ott ő pokol szülte sárkányt. Rikonó szemében a békalencsés pocsolya végtelen óceán, a csillagok fényes sávja pedig széles út volt, amin az elveszett cigány karavánok egyenest a mennyországba mentek. Rikonó egyetlen tégláját a testvérei mindig beépítették a házba, nem is sejtve, hogy annak a sok álmodozástól bizony bűvös ereje lett. Így hamaros híre ment, hogy amelyik házba Rikonó tégláját beillesztik, annak lakói minden éjjel szívük leghőbb vágyáról álmodhatnak. A szegény lókupec hatalmas ménest, a vénasszony fiatal lányságot, a kereskedő még több nyereséget, a fogatlan vajda szép feleséget álmodott magának, és így reggelre mind boldogan ébredtek. Meghalván ezt a gazdag ember elirigyelte a dolgot, és egy éjjel titokban felgyújtotta a saját házát, hogy legyen oka másikat építtetni. A füstölgő romokon állva aztán megüzente a cigányoknak, hogy jöjjenek mind, mert dolog van, de Rikonót, azt a csodakezű fiúcskát se feledjék ám otthon. Jött is az egész vályogvető pereputy. Épült az új ház, és készült lassacskán Rikonó bűvös téglája is. Csak hogy a gazdag ember igen rossz természetű volt, aki napestig közöttük járt, és folyvást beléjük kötött. Hol Rikonó fivéreit szitta, mert azok a tikkasztó nyári melegben a kutyából akartak inni? Hol a nővéreire förmett rá, amiért munka közben énekeltek? Még Rikonóra is ráripakodott, hogy inkább siessen azzal a bűvös téglával, különben szíjat hasít a hátából. Rikonó keze alatt a tégla elkezdett megfeketedni. Látta ezt a gazdag ember okos szép leánya, aki szívesen töltötte idejét a vályogvetők között. Lesve kezük ügyességét, csodálva vígkedélyüket, sőt, még a cipellőjét is levetette és besegített a taposásba. Apja gonoszsága őt is bántotta nagyon, így alig győzött szelíd szóval, pirulva bocsánatot kérni a sok durva szóért. Végül aztán elkészült a ház, a gazdag ember pedig beköltözött és várta a szép varázsos álmokat. Másként térült azonban a dolog, mert első éjjel tűzhajú rabókkal álmodott, akik mindenéből kifosztották. Második éjjel a Szerecseny király táltos paripájára emelte egy szem lányát, és elvitte őt feleségnek. Harmadik éjjel pedig maga az ördög jött fel érte a pokolból, hogy magával ragadja a lelkét.
Nem úgy, mint a leánya, aki első éjjel a cigánytáborba álmodta magát, ahol megtanult énekelni. Második éjjel kitudta a cigánytánc méves művészetét. Harmadik éjjel pedig ősrégi szép meséket hallgatott, amikből megismerte a cigányok titkos történetét. Negyedik nap víradóra aztán a gazdag ember magához rendelte a komáit. A cigányok miatt nem tudok aludni. Átkot oltottak a téglákba, ezért lakolniuk kell. Felfutták hát magukat a komák, és kaszára, kapára, fütykösre kapva indultak oda, ahol a vályogvetők sátrait sejtették. Ám amikor nagy dérrel, durral az erdei tisztáshoz értek, a cigánytábornak bíz csak a hűlt helyét lelték. Leánya, kinek a szíve már régóta a cigányokhoz húzott, megköszönve nekik a szép álmokat, örökre velük maradt.